Sziasztok, sziasztok! A nevem Laci, ez pedig itt a Paci. Have you ever been destroyed, waiting for that call? Growing sick within your heart, but it never shows. Have you ever felt defeated, cause you can't move on just like she has. You're falling down and apart, you can't turn it off. I can't wrap my head around it, why is my heart still pounding? I can't stop to think about it, it feels just like I'm drowning. I can't hold myself from crying, I'm acting up cause you're not it. When I went through the fire for you, dear, I'm walking the tightrope, baby, I'm doing my best to hold the line. Drifting off the shoreline, baby, and I'm halfway through to cross the border now. I'm walking the tightrope, baby, I'm doing my best to hold the line. Drifting off the shoreline, baby, and I'm halfway through to cross the border. Köszöntök mindenkit ezen a gyönyörű szép téli napon, január 30-án, és két hét után, vagy nem is tudom mennyi idő után, végre egy szép nap, amikor lehet drónozni, nem fúj a szél, nem esik semmi, úgyhogy ennek örömére nem drónoztam. Ennek oka pedig az, hogy itt már drónoztam, ez az egyik oka, tehát ha még egyszer itt drónozok, akkor az igazából minek. A másik oka, hogy azért tél van 6 fok, mondjuk hát jó, az nem is mínusz, de azért nem is olyan nagy meleg, és minden egyes drónozásnál lefagy a kezem, és ha megéri, akkor lefagyasztom a kezem, de hát mint mondtam, itt már drónoztam, úgyhogy így most nem volt kedvem. A harmadik oka, talán a legfontosabb oka, hogy sétálni szerettem volna, egy kis én időt szerettem volna ebbe a szép, gyönyörű napsütésbe itt a hegyek között. Úgyhogy sétáltam egy jót, jól is esett. Pont le is telt a 45-ösöm, közben már azért kamerázgattam nektek ilyen kis vágóképeket. Szóval a nap közepén kapcsolódtok be, semmi extra nem fog történni ebbe a videóba, előre mondom. Ez nem lesz egy nézett videó. Tudja már az ember előre, bár ki tudja mi jut eszembe még napközben. Szóval a nap felénél csatlakoztok be, 11 óra 31 van, a szünetet már megtartottam. A mai nap is egy olyan nap, hogy ilyen vegyesbe volt a körzetemből, a legtöbb cím ugye a saját körzetemből van, saját túrámról, de kaptam a Whitehoffani túráról is egy pár címet, mert nincs olyan sok meló, hogy megérte volna még egy túrát indítani, és akkor ezt a túrát így feloldották, úgymond, és szétosztották így, mit tudom én, három másik között, vagy négy másik között, nem tudom. Úgyhogy voltak ilyen címeim, amik nem szoktak, semmi ismeretlen nem volt, mindenhol voltam, már többször is igazából, de úgy most arra jött meg, dél körülre jött meg a kedvem a videózáshoz. Szóval, mint mondtam, semmi érdekes, különös mondani valóm nincsen, ez csak egy ilyen örömautókázás ma. Itt a szép hegyek között, gyönyörű idő van végre, tényleg nem tudom mióta várja már az ember, várom, hogy legyen egy ilyen szép napsütéses idő, amikor tényleg jól esik az embernek sétálni, nem ilyen latyakba kell, meg nem szélbe kell sétálnia. Majd drónozásra is sor kerül, amikor olyan helyen járok, ahol még nem jártam. Egyébként Moslandville-be tartottam meg a szünetet, ott már nagyon sokszor voltam, nagyon szeretek sétálni, ott jól meg lehet állni, jól lehet sétálni. Nincs emelkedő, hogy azért nagyon megizzadjak, hogy az se jó ebben a hidegben, nagyon megizzad az ember. Sima, sík terep, viszont egy irányba remekül tudok menni 22 percet, és akkor 22-t vissza. Úgyhogy ezt nagyon szeretem, és most jövök át Landl-be, ide a spárüzletbe. Most ilyen fánk szezon van, amikor januárban, februárban annyi fánkot esznek meg az emberek, hogy őrület. Úgyhogy ide is hozok jó sok fánkot. Annyit még mondanék, hogy aki szemfüles, aki igazán true néző, az észrevehetett valami kis különbséget, amikor a videó elején itt mondtam, hogy ez itt a Paci. Akkor valamit észrevehetett, amíg bemegyek ide a boltba és kirakom az árut, addig
gondolkodjatok el rajta. Aki tudja, az írja ide a megfejtést. Aztán mindjárt elmondom, nyilván. De addig ide írhatjátok a megfejtést, amíg bemegyek. Na meg vagyok, szóval mit lehetett észrevenni az autón? Hát hiszen ott van a Laci névtábla, kenyér van az oldalán, mint az autómnak, de más volt a rendszáma. Ugyanis ez nem az én autóm, illetve már az enyém, legalábbis valamennyi ideig, mert csütörtökön dolgoztam legutóbb, de közben induljunk el, csak mielőtt még elindulunk, még mutatok valamit. Szóval ez az az autó, amire szoktam mondani, hogy koszos. Most én reggel már kitakarítottam úgy, ahogy nekem már úgy nagyjából megfelel. Mindent letörölgettem, ugyanilyen tisztító habom az nem volt, mert nem volt ott, aki odaadjon ilyen habot a cégnél, úgyhogy majd ezt szerzek. Hanem csak ilyen ablaktisztítóval így végig törölgettem, jobb, mint a semmi. Az ablakot belülről már lepucoltam, ezt is kívülről, tükröt is megpucoltam. Ezt itt középen sikáltam reggel elég sokáig, és még, amit látjátok, még mindig nagyon retkes, de ez nem jön le. Kaptam egy tippet, hogy hogyan szedjem ezt le. V2 samponnal, vízzel kevert V2 samponnal és körömkefével tudom ezt úgy megsikálni, hogy ne legyen ilyen. Mert ez nem jön, tehát ez nem ilyen retek, hogy... Hát ezt sikáltam reggel papírral, meg ablakmosóval, és ez így nem jön le, meg itt is pucoltam, meg... Itt is így mindent áttörölgettem, úgyhogy most már azért megbírok benne lenni, és akkor mindjárt elmondom, hogy miért ez az autó most az enyém. De addig is akkor induljunk el Luncamzébe szépen, innen Landlből. Az egy ilyen jó kis túra lesz, jó sokat megyek most. Luncamzébe az étterembe megyek, ott egy új szálloda és étterem. Szerintem elég menő étterem egyébként, hogy a konyhát elnézem, meg így a kajákat ott, meg mit tudom én. Szerintem elég menő hely. Természetesen dolgoznak ott magyarok. Már találkoztam velük. És utána pedig a Lunci Unimarkba megyek. Majd indulok visszafelé. Megyek oda a sörgyárba, oda, vagy a Gummingba. Meg a teniszcenterbe, aztán megyek Sejpszbe, a Villákba, meg a kórházba. Úgyhogy még ennyi minden hátra van, de ez nem szegi a kedvem. Ja, azt akartam még mondani, hogy múlt héten csütörtökön dolgoztam utoljára, ma meg kedv van, úgyhogy egy 4 napos hétvégén volt. Pénteken rufberejtsáftos voltam, tehát volt rá esély, hogy esetleg be kell mennem, nem kellett. Csak közben nézem, hogy a kamera egyenesen áll, nehogy ferde legyen, jól nézzen ki itt nekem a kép. Úgyhogy de nem kellett bemennem pénteken, így aztán 4 napos hétvégén volt, tegnap voltam szabad, nem szerdán. Ez most így át lett kicsit variálva, mert van egy kollega, aki most így beteg, meg mit tudom én, hosszú, nem is lényeg igazából. Az a lényeg, hogy hétfőn nem dolgoztam, és 4 napot voltam otthon. Mert tegnap gondoltam rá, már napközben is már ugye tudtam, hogy jövök dolgozni, meg minden, és már gondoltam rá, hogy ezt mindenképp mondjam nektek, hogy tényleg azt kívánom mindenkinek, már aki normális ember, és nem olyan, akiket letiltottam itt a komment szekció, mert azért fú, na mindegy, hagyjuk is. Szóval a normális embereknek azt kívánom tényleg, hogy találják meg azt, amit így szeretnek, munkát, mint ahogy én szeretem ezt, hogy már vasárnap vagy a hétfőn, ugye, mert nem dolgoztam hétfőn az ember arra gondol, hogy hú, de király, kedden ülhetek be, mehetek meg itt végre, és így tényleg tiszta örömmel jön az ember dolgozni. De tényleg ezt kívánom mindenki. Hát majdnem mindenkinek, hogy találja meg azt, amit így szeret csinálni. És akkor az autóra visszatérve, csütörtökön azzal fogadott engem, ott a nálunk ilyen, nem is tudom, irodavezető, vagy én nem is tudom, hogy minek a felelős, olyan főnökféleség. De én nem tiszta nekem igazából, hogy minek a főnöke, hogyan, de mindegy, lényeg az, hogy ő azzal fogadott, hogy hát, hogyha nem gond nekem, tehát azért itt azért megkérdezik ennél cégnél, hogy ha valamit ugye akarnak veled csinálni, hogy
ha nem gond-e. Mert ha gond, akkor lehet ellenvetésed. Tehát nem az volt, hogy a főnök jön, és akkor mond valamit, na, akkor ezt kell csinálni. Jó, hát olyan is van nyilván, de úgy, egy olyan dologban, ami úgy nem lenne 100%-ban úgymond, nem is tudom, így elvárható, abba azért úgy megkérdezik, hogy nem gond-e. És akkor jött, hogy nem gond-e, hogy az autómat levinnék Tirolba, azt hiszem Tirolba, mert nekem egy másik fajta hűtő van az autón, ugye kétfajta hűtő van az autókon, illetve három, de az újabbakon van egy, meg egy harmadik fajta, azt hiszem. És ott lent Tirolba az én fajta hűtőmet tudják szerelni, ott ilyen szerviz van, ami ahhoz ért, és ezért az én autómat le kéne vinni oda, és akkor én megkapok egy másik autót, ugye ezt a 685 elemér aladárt, az enyém ugye a 689 elemér aladár volt, de az hiszem, hogy csak egy pár hónapig lesz ez, és akkor visszakapom a saját autómat. Igazából nincs ez semmi gond, ki lehet ezt takarítani, és akkor ez is tiszta. Más különbség, nem is tudom, hát ugye más a hűtő rajta, de igazából nekem aztán teljesen mindegy. Amúgy szinte ugyanaz, mint az én autóm. Kicsit retkes itt, ezt majd valahogy letakarítom még, ami itt zavar középen, hogy nem olyan szép ez a gumi vagy műanyag izé. Amúgy nagyjából minden ugyanaz az autón. Annyi, hogy az én autómon például úgy volt, hogyha lepadlózom, akkor nem vált vissza, az nem kickdown, ugye, a kickdownnál még tovább kell egyen nyomni, hanem hogyha lepadlózom, akkor csak ugye full gázzal megyek, de nem vált vissza. Ennél az autónál viszont, hogyha lepadlózom, akkor vissza is vált, mint hogyha kickdownt nyomtam volna. Ennyi különbség van nagyjából. A rakfelület talán egy picit kevésbé csúszik, nincs annyira lekopva az érdes felület, ami direkt azért van csinálva, hogy ne csúszton, ugye. Ezt tudnám mondani különbségnek még egy picit, de igazából ugyanaz az autó, teljesen normál, semmi, úgymond hátrányom nincs, végül is belőle, hogy elvitték az enyémet. Annyi, hogy nekem itt volt középen a tároló, a telefontartó, ugye, de vissza tudtam ide is rakni, mert hát van egyszer az a tapadókorong, ugye, amit középre ide lehet rakni, az alapból ilyen ragadós. Szóval ide tapadt, pedig itt ez érdes ez a felület, amire ráraktam, nem üveg, na mindegy, azért rátapadt. És előtte viszont úgy volt, hogy ilyen 3M-es ragasztó, ilyen két oldalú, 3M-es ragasztóval volt odaragasztva egy ilyen műanyag, kör alakú kis műanyag, és arra, és az ugye sima felületű volt, és arra volt rácuppantva eddig a telefontartó. Hát ugye azt le kellett szednem a másik autómból, vagy hát az én autómból, amit elvittek Tirolba, abból le kellett szednem, és az most az csak úgy csak úgy elraktam, majd ahhoz lehet venni, rendelni esetleg valahol ilyen 3M-es ragasztó, ilyen ragasztványt, és akkor ugyanúgy lehet majd használni, annyi, tehát le kellett szednem, de ide tudtam szépen rakni ugyanúgy az állványt, most rendesen a tapadó koronggal tapad ide, ugye ilyen tapadós volt. Úgyhogy igazából semmi nagy hátrányom nincs a dologból, ennyi, hogy ki kellett pakolnom a dolgaimat. Ugye minden nap kipakolom a dolgaimat az autóból, mert minden nap előfordulhat, hogy éppenséggel másik autót kap az ember, de volt egy pár dolog, amit mindig bennhagytam, mert ha másik autóval megyek, az se tragédia, hogyha az bennmarad. Például egy tartalékkampó, egy tartalék, mi ez, amit meghúzunk, ez a gurt. A gurt, amivel az árut rögzítem. Mi a fene a neve magyarul? Ez a... Hát basszus, nem jut eszembe. Na mindegy. Írja meg, aki szeretné. Eszembe szokott jutni, most nem jut eszembe. Ezt vettem ki belőle, ugye, meg névtáblámat is átraktam szépen, úgyhogy most egy pár hónapig ez lesz nekem az autóm. Úgyhogy ezzel fogok járni. Na képzeljétek el, rendeltünk egy Alexát. Ez a ugye hangszóró, amiben lehet beszélni, és akkor csinálja, amit mondasz. Nekem rohadtul tetszik. Egy ilyen olcsóbb Alexa, nem egy ilyen drága, mert ebből is vannak mindenféle kategóriák. Ugye nagyobb, akkor jobb a hangszórója, tehát nagyobb hangszóró jobban szól. Ez egy ilyen kisebb, nem is tudom, 60-60 euró körül ilyen Alexa. És tök jó, csak mondani, hogy Alexa, rak be ezt a számot, és akkor megy a zene.
vagy megkérdezed, milyen az idő, vagy milyen lesz holnap az idő, hát ilyen dolgok, ilyen kis, hát felnőtt játékszer igazából. De nekem tetszik, nekem tetszik. Ha nem kell oda menni, mondod neki, hogy Alexa, lauter, hangosabban, és akkor egyel hangosabbra rakja a zenét, de ha mondod neki, hogy Alexa, zwei Stufen lauter, akkor kettővel magasabb, hangosabbra rakja a zenét, meg mit tudom én, lehet beállítani rajta dolgokat, ilyen ébresztőt, meg nem is tudom igazából mi mindent lehet vele csinálni, de azt tetszik, hogy csak így mondod neki, és berakja a zenét. Vagy megkérdezed tőle, akármit megkérdezel, a Google-on rákeres, és akkor mondja a választ igazából. Úgyhogy nekem tetszik. Persze az autócserére visszatérve, első gondolatom az volt, hogy aj, nem áll, miért pont az enyémet? Mert hogy kiszerelni ugye a telefontartót, meg a névtábla, jó, de hát ezek nem egy nagy dolgok igazából, úgyhogy most már rájöttem, hogy felesleges volt még a gondolat is, hogy jaj, miért az enyémet, mert tök mindegy, ugyanaz az autó, átraktam a dolgaimat, kicsit megpucorászom, aztán kész. Tényleg szinte ugyanaz az autó.